Ez Nyíregyháza Sóstúgyógyfürdő egyik fagyos, téli látványossága. A jégszobrot idén is a sóstói jégbarátok, azaz egy baráti társaság álmodta meg, segítségükre volt a Sóstúgyógyfürdők ZRT. A cég többek között búvárszivattyút is biztosított, meglékelték a tavat, onnan vezetik fel több méter magasságba a vizet. Az egyszerűsített szökőkútnak és a hidegnek köszönhetően percről percre formálódik a jégszobor, többen meg-megcsodálják a képződményt. Igazából nem láttunk még máshol ilyet, úgyhogy nagyon érdekes. Neked hogy tetszik? Nekem tetszik, igazán természetes csoda. Hogyan működik? Szerintem egy ilyen vízsugarat fölpicrálnak, és akkor az idő elrendezi a többit, megfagy idővel, gondolom én. Jégszobrot hasonlóan hideg években, 2009-ben és 2012-ben is alkottak Sóstón. A 2012-esnek már adtunk nevet, az Optimus fővezér a Transformers-ből, mert tényleg olyan volt. Ennek egyelőre nem adtunk nevet, mert még folyamatosan hízik és készül, úgyhogy majd, ha kész lesz, akkor majd kitaláljuk, és legfeljebb felajánljuk a lakosságnak, hogy aki tud, adjon neki valami találó nevet majd. A jégszobortól nem messze a sóstói szigeten újabb fagyos látványosságot alkottak, egy iglut kezdtek el építeni szerda délelőtt. Mivel egy autentikus sóstói iglut építünk, így értelemszerűen a sóstói tóból van a jég. Nála is nekem ilyen 20-22 centi vastag a jég jelen pillanatban, úgyhogy abból vágtak ki a kollégák innen hatalmas tömböket, meg az önkéntesek, akik eljöttek. És hát egy-egy ilyen tömbnek bizony ilyen 70-80 kiló körül van a súlya. Eddig egy olyan 3 tonna jeget sikerült mindenki vágni, és most abból folyik éppen az építésnek a aktuális mozzanata. Többek között lánchűrésszel faragták a jégtömböket, amelyeket folyamatosan locsoltak, az első sóstói jégiglút bárki megtekintheti a Sóstói szigeten.